Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Jela Jászmin Grész vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Múzeumok éjszakája Szekszárdon. Családi tárlat nyílt a Vármegyeháza kiállító termében. A sárköz hagyományait elevenítették fel Bátaszéken. Matematika tábora Wólend öbölben. Először szolgálja lelkészként hölgy a bogyiszlói református híveket. Idén 20. alkalommal rendezték meg Magyarországon a múzeumok éjszakáját. Hazánkban több mint 400 intézmény szervezett, csaknem 1000 programot ezen az estén. Ehhez csatlakozott ismét a Vosinszky-Mór megyei múzeum is, akik 4 helyszínen számos eseménnyel várták az érdeklődőket. Érdekes dolgok vannak, és szeretem az ilyen régi dolgokat is. Ismét megrendezték a Múzeumok éjszakája programsorozatot Szekszárdon. A rendezvény több helyszínen, a Vármegyeházán, a Vosinszky-Mór megyei múzeum főépületében, a Babits Mihály emlékházban és az Irodalomházában zajlott. Hát azért, mert tavaly is volt múzeumok éjszakája, tehát a Covid miatt csak egyetlen egy múzeumok éjszakája maradt el. Természetesen azt is nagyon sajnáljuk, úgyhogy most 2022. június 25-én 20. alkalommal kerül ezeket figyelembe véve ez a rendezvény, méghozzá országosan több mint 400 intézmény tartja több mint 1000 programját országszerte, és hát ehhez természetesen, mivel mi már az kezdetek óta csatlakoztunk, idén is így tettünk, tehát a Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum mind a 4 kiállító helyén rendez programokat. Az igazgató hozzátette, hogy a múzeumok éjszakája nagy lehetőség arra, hogy megmutassák Tolna megye értékeit, kulturális kincseit. Ebbe a sok programban különösen két dolgot szeretnék kiemelni. Két időszaki kiállítás nyitót illesztettünk bele, és ez tulajdonképpen meg is szabja az adott kiállítóhelyeknek a program struktúráját, hiszen a Megyeházán folytatjuk a Művész Családok Tolnába című sorozatunkat második alkalommal. Tavaly a Sarkantyú család tagjai állítottak ki nálunk, idén viszont a Szatmárihos László, illetve felesége Csuhaj Tünde, valamint gyermekeik Janka, Márkó, illetve Lehel különböző munkáiból adunk egy válogatást a Tolna által együttműködve. Ezen kívül itt a Megyeházán Környei Attila gitárművész koncertjére is sor kerül este 8 órától. A múzeum főépületében van a másik időszaki kiállításunk, ami viszont egy bűvész kiállítás, Rodolfo emlékét idézi meg. Szerintem a középgeneráció, vagy az annál idősebbek nagyon jól emlékeznek az ő műsoraira, produkcióira. A Kecskeméti Szórakaténosz Múzeumnak a tulajdonképpen vándor kiállítása érkezik hozzánk, és ehhez kapcsolódóan a múzeum egyfajta ilyen kicsit ilyen cirkuszi hangulatban, részben a bűvész világ varázsába öltözött, tehát mind küllemében, mind műsoraiban, hiszen meghívtuk többek között Badár Tamás bűvészt, akit országszerte nagyon sokan ismernek, azt gondolom, lesznek tűzzsonglőrök is este 9:30-tól, illetve az irodalmi hagyományainkat is szeretnénk ápolni, és ennek jegyében van egy boros irodalmi összeállítás, Rubány Anita és Komjáti Tamás közreműködésével, de Orbán György előadóművész tolmácsolásába Babits Mihálynak a Jónás könyvét is meghallgathatják az érdeklődők. A Vosinszky-Mór megyei múzeum főépületében számos lehetőség tárult az odalátogatók elé, hiszen zseblámpás túrára is volt lehetőség, illetve kézműveskedni és társasozni is lehetett. A 12 éves Kristóf először látogatott el a rendezvényre. Üdvözlet a mélyben nevezetű játékot játszunk. Itt az a lényeg, hogy van egy terem, egy képzeletbeli terem, kihúzunk kártyákat, ami rajta vannak, hogy milyen szörnyeket kell legyőzni, és a választott karakternek megfelelően ugye az ő erejében le kell győzni a karaktereket. 6-ra szeretnénk menni egy, azt hiszem, padlás látogatásra. Kristóf azt is elmondta, hogy kifejezetten szeret múzeumba járni. Nagyon sok érdekes dolgot láthatunk. Itt is például néztem ezt a régi város, nagyon szépre meg van csinálva, nagyon részletesre, nagyon sok mindent lehet itt tanulni. A
Novák Istvánné az unokájával érkezett a múzeumok éjszakájára. Minél korábban annál jobb szerintem. Hát ő már 7 éves, de nagyon élvezi. Ő már többször járt itt, és ő javasolta, hogy jöjjünk el. Tökéletes, nagyon-nagyon élvezzük. Miért is jó? Hát gyönyörködünk a tárlatban. Fel szoktuk próbálni azokat a ruhákat, amik ki vannak rakva. Sajnos a mobiltelefonos játékok egyre inkább tért hódítanak, de szerintem ez sokkal nagyobb élmény, mint a telefonnal való játszás. A Szekszárdi Vármegyeházán is több programmal várták a múzeumok éjszakáján az érdeklődőket. Többek között ekkor nyitották meg a Művész Családok Tolnában elnevezésű program második tárlatát, ahol most a Juhos család munkáit állították ki. A sokszínű família 5 tagja mutatta meg alkotásait a nézőknek. Tolna Árt és a Vosinszky-Mór megyei múzeum közreműködésével jött létre a Művész Családok Tolnában második tárlata, ahol a szekszárdi Juhos család mutatkozott be. A kiállítást Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg. Hogy egy olyan eseménysorozat veszi kezdetét, amelynek fő célközönsége a család. Sokszor küzdünk ugyanis azzal, hogyha szabad így fogalmazni, családkompatibilis programokat találjunk. A világ tele van ugyan szórakozási lehetőségekkel, már otthon akár a kanapén is lefoglalhatjuk magunkat. Ezek a lehetőségek azonban, valljuk be, kevésbé hoznak közelebb minket akár a szülőföldhöz, kultúrához, hagyományainkhoz, de egymáshoz sem hoznak közelebb sokszor. Éppen ezért szerencsésnek nevezem magunkat, Tolna megyeieket, hogy meg annyi érték vesz körül bennünket, járjunk bárhol is e vidéken. Az apa Szatmári Juhos László szobrászművész, az édesanyja Csuhaj Tünde tojásdíszítő, gyermekeik Juhos Janka ékszertervező ötvös, Juhos Lehel ipari formatervező dizájner és Juhos Markó séf ételszobrász. Az ő munkájukból nyílt kiállítás a Vármegyeházán. Én pici gyerekkorom óta főzni akartam, még úttörőház, főzőcske szakkör, onnan vendéglátóipari iskola, szakács lettem, és azóta is konyhát nyomom. Volt, amikor zöldséget faragtam, azok most nincsenek kiállítva, volt egy előző ugyanilyen családi kiállítás, ott zöldségfaragásos képek voltak kint, de az az igazság, hogy az ember vagy főz, vagy farag. És hogy segít-e a tálalásban az, hogy gyermekkora óta az alkotásokat figyeli? Hát én így azt gondolnám, hogy nem, de biztos. Tehát akkor, amikor az ember egy ilyen millióban nő fel, akkor biztos, hogy van valami érzék, ami benne van, van, amit úgy gondol, hogy szépnek lát, megpróbálom én is úgy csinálni a dolgaimat. 4 gyermekükből 2 külföldön, 1 pedig Pesten él, csak Markó maradt a szülővárosban. Szatmár Juhos László és Csuhaj Tünde már sok évtizede űzik a szobrászatot és a tojásdíszítést. Tünde azt mondja, óhatatlan volt, hogy a gyermekeik ezt magukba szívják. A gyerekek a mindegyik részese volt annak a bizonyos művészteletnek, amit a Laci 10-valahány évig csinált. Én főztem a művésztelepre, tehát ők ebben a világban nőttek fel, tehát szinte nagyon sok művészt ismertek meg. Ilyen művészekkel kommunikáltak, ilyen egyetemre jártak, tehát szinte biztos volt, hogy ott kötnek ki. Csak hát mindenki igyekszik az egzisztenciáját mellette úgy megteremteni, hogy az biztos lábakon álljon. Igazából mi próbáltuk őket elterelni ebből az irányból, de aztán valahogy mégiscsak ide lyukadtak ki, úgyhogy 2 iparművészeti egyetemet végeztek, a Lehel Sopronban, a Janka a Momén, úgyhogy ők végeztek kimondottan szakmabéli területen, a Csongor, a Lisszabonban élő pedig pszichiáter, aki egyetemen tanít,
nemzetközi konferenciákat szervez, magánrendel, tehát ő egy igen szép karriert épített fel, és hát ez a célja mindenkinek, aki a családban van. Nagyon szorgalmas család vagyunk. Ez egy ma is inkább hobbiként művelhető szinte, bár mi próbáljuk főállásként, és a cégünk is, amit még csinálunk, én nekem a tojás is egy ilyen megélhetési alap is, tehát valamiféle egzisztenciát biztosít, bár ez bizonytalan, és pont ettől féltettük őket, hogy ez nem egy biztos megélhetés, tehát próbáljanak meg valami más terület felé az ügyes kezükkel. A fiamnak folyton azt mondtam, hogy olyan ügyes sebész lenne, mert ő neki pont oda megy a keze, ahova az agya akarja, de hát persze így lyukadtak ki ezen a területen. Ügyesek, kreatívak, tehát nincs ezzel semmi baj, és egzisztenciálisan is megteremtik a maguk szükségleteit, úgyhogy örülünk neki, hogy ezzel foglalkoznak, mert ezzel jó foglalkozni. Tehát mi magunk is szeretünk ezzel foglalkozni. Én a tojással, a férjem a szobrászattal, tehát szeretjük ezt csinálni, és csináljuk is, gondolom, amíg bírjuk, vagy amíg a szemünk bírja, vagy nem is tudom, de minden nap dolgozunk. Mindegyik a maga területén nagyon kiemelkedő és sikeres. Ezt kell mondjam, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Tehát a legidősebbtől a legkisebbig szép kis család. Gondolom mindenki a sajátjának örül, de mi nagyon örülünk a miénknek, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. A kiállítás darabjait a gyerekek válogatták, legalábbis a fotóanyagot, tehát ők mondták, hogy milyen termék legyen kinyomtatva. A többit pedig hát mi hoztuk, a tojásokat én, a szobrokat a Laci. Itt nagyon ügyes kis társaság állt rendelkezésünkre, úgyhogy egy kicsit félünk már mi az ilyen szoborcipeléstől, meg ilyesmitől, mert nehéz, de olyan flottul segített a múzeum le a kalappal, és köszönet nekik, tehát nagyon rendelkezésünkre álltak, tologatták a vitréneket, tehát nekünk csak pakolni kellett, vagy azt mondani, hogy ezt ide, vagy oda, vagy amoda, tehát tényleg, hát idősek is vagyunk már, tehát nem szívesen rendezünk úgy kiállítást, hogy nekünk kelljen cigölni a szobrokat lépcsőn, meg emeleten, meg nem tudom hova, az már nem megy, tehát azt már nem is nagyon vállalnánk. De mondom, nagyon segítőkész csapat állt itt a rendelkezésünkre. Másból élnek meg, viszont ez a szerelmük, vagy a szenvedélyük, tehát így épül ez fel, ez a család. Érdekes előadásnak lehettek fültanúi azok, akik a bátaszéki tájházba látogattak el június 24-én. A nyár köszöntő programsorozat keretein belül Balázs Kovács Sándor néprajzkutató tartott előadást Bölcsőtől a sírig címmel a Sárközt átszövő néphagyományokról. A Sárközben élő emberek életét a régmúltban mindig átszőtték a népszokások. A parasztság életének meghatározó eleme volt a hagyományok őrzése. Sajnos ezek a régi tradíciók az idő múlásával elkoptak, manapság keveset tudunk róla, most viszont Bátaszéken a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretein belül Balázs Kovács Sándor néprajzkutató újra felelevenített az emberi évfordulókhoz kapcsolódó régi szokásokat. De nagyon sok népszokás van, mert az emberi életfordulók azok ugye minden ember életében meghatározóak, és természetesen például az esküvőre azt szoktuk mindig mondani, hogy az ember élet legnagyobb színjátéka, ugye, mert hát napról napra Sárközben egy hetes lakodalmak voltak, tehát napról napra, minden napnak megvolt a maga népszokás eleme, és ezeket hozták össze egy hétre. Csóna, persze ez aztán az utóbbi időben már lecsökkent két napra, vagy egy napra, így lehet mondani. Eredetileg szerdán voltak mindig az esküvők, ugye ez az egyház nem is engedte szombatra, mert másnak ugye a templomba kellett menni Isten tiszteletre a Sárközbe, ugye reformátusok lévén, és hát oda azért józanul illet menni. És hát utána szerdától ugye vasárnapig csak sikerült az embernek úgy helyrehozni magát, hogy józanon tudott menni a templomba. De nem csak az esküvőkkel kapcsolatban éltek a népszokások, hanem a születések kapcsán is. Hát a legfontosabb népszokások azok mind olyan mágikus elemek, amelyek a születendő gyermeknek a jövőjét próbálják meg meghatározni és befolyásolni, minél eredményesebb és szebb élete legyen a későbbiekben.
Hát a sárközben tulajdonképpen nem a keresztelő volt az igazán, ami a népszokásokhoz a legfontosabb, ezt megejtették mindjárt a születés után két nappal, szűk körbe a kereszt anyák és a bába volt csak ott, a szülők nem is voltak ott a keresztelőn, ezt megejtették, viszont a sárközben, ami igazán nagy és ünnepélyes volt, ez lehetett akár a gyermek születése után egy esztendővel is, az úgynevezett csöröklő, ami egy kis lakodalom volt, volt, ahol 100 embert is meghívtak rá, és akkor ünnepelték meg igazán a gyermek megszületését. Balázs Kovács Sándor 50 éve foglalkozik a sárközt érintő néphagyományokkal, most egy könyvben foglalta össze mindazt, amit az évtizedek alatt összegyűjtött. Ezeknek a gyűjtése többféle módon történt. Történt a recensgyűjtéssel is, tehát hogy az idősebbek elbeszéléséből, amit szedtem össze, de levéltári forrásokat is megszólaltattam, és ami éppen a kezembe került szinte mindent. Ugye, hát a levéltári források azok sohasem azért készülnek, hogy a későbbi történész majd ezeket nagyon jól tudja használni, hanem ezek meghatározott céllal, ugye peres anyagok, stb. És ezekből nagyon-nagyon sok néprajzi vonatkozást lehet kivenni. Manapság már egyre kevésbé felelhetőek a népi tradíciók. Az az igazság, hogy sajnos ezek a népszokások a sárközben eléggé leegyszerűsödtek, hogy úgy mondjam. Van még egy pár, amit úgy megtartanak, hát a keresztelőt azt azért megtartják, esküvőket megtartják, most is temetéseket ugyanúgy megtartják, tehát ezeket a főbb dolgok, ezek megvannak, de mondjuk az egyházias népszokások már kevésbé, ugye hát a sárköziek az protestánsok, tehát református vallásúak, és a református vallásúaknak az egyházias népszokásai jóval egyszerűbbek, ugyanúgy, mint ahogy a református templom is egyszerűbb, tehát a népszokások is egyszerűbbek, nagyon kevés maradt meg. A barokkos római katolikus vallásnál jobban megmaradtak, és népességben ezek a vallás, gondolok itt a betlehemezésre, vagy sorolhatnánk ezeket a karácsonyhoz kapcsolódó különböző népszokásokat. A városiasodással felbomlottak a hagyományos falusi közösségek, ez miatt a népszokások is úgy leegyszerűsödtek, hogy már nem volt érdemes megtartani őket. A kötetben leírtak az elmúlt 200-250 esztendő népszokásait elevenítik fel, egészen az 1950-es évekig bezárólag. Matematika tehetséggondozó tábort szervezett a Szekszárdi Garai János Gimnázium a kolozsvári Bátori István Református Líceum határon túli partner iskola diákjainak részvételével. A foglalkozások különböző témakörökre épültek fel, voltak közöttük logikai feladatok és játékok, de a gyerekek oszthatósággal vagy éppen a prímszámokkal is foglalkoztak. Ötnapos matematika tábort szervezett a Garai János Gimnázium a Wólend-öbölben. A tábort hagyományosan a kolozsvári Bátori István elméleti líceummal közösen szokták megszervezni, már hosszú évek óta. Így a romániai városból is érkezett 5 diák és egy matematika szakos tanár. Köztük volt a 9. osztályos Kis Abigél is, aki azt mondja, remek fejlődési lehetőséget nyújt számára a tábor. Nagyon jónak találom, nagyon jól megvan minden szervezve, nagyon jók az előadások, tényleg nagyon sokat tudunk tanulni általa, illetőleg a közösség is nagyon jó, és nagyon jó csapatépítő feladatokat kapunk. Konkrét terveim még nincsenek, de mindenképp szeretnék rá irányba menni. Matematika, fizika, s egyéb reátantárgyak használatával továbbfejlődni. Van azt, amikor egy feladatot meg tudok oldani, mert ez egy nagyon különleges érzés, de minden egyebet, tehát maga azt, hogy hogyha már olvasom is a mateket, vagy feladatot átnézek, már az is egy különleges élmény. Önmagában a vektorok összeadása szerepel mondjuk a sebességnél, a fizikában, a gyorsulásnál, az erőnél. Nagyon szeretem a matematikát, és a tanárnő mondta, hogy ez egy remek lehetőség lenne ingyenesen olyan dolgokat tanulni, amire tényleg nem lenne ideje megtartani nekünk óra, tanóra keretén belül. Ismerkedhettem így olyanokkal is, akikkel egyébként nem találkozhattam volna, és nagyon jó barátságok is születnek egy ilyen táborban. Ákos azt mondja, kifejezetten szereti az algebrát és a geometriát. A geometria az nagyon sokat segít a térlátásban, és jó, egész jó érzékem is van hozzá. Nagyon szeretem a térbeli ábrázolásokat. Most is a professzor úr bemutatóján pont ez volt, hogy a sík geometriát kivittük térgeometriába, és egész jól tudtam követni, és nagyon élveztem az előadását. Az algebrát pedig igazából
élvezem az egyenleteket, egyenlőtlenségeket hosszú oldalakon keresztül fokozatosan megoldani, és végül egy sikeres megoldáshoz kiukadni. A foglalkozások különböző matematikai témakörökre épültek fel, például logikai feladatok, játékok, de foglalkoztak oszthatósággal, vagy éppen a prímszámokkal. De természetesen előkerülnek geometriai feladatok, úgyhogy próbáljuk ezeket játékosan feldolgozni, próbálunk olyan témaköröket ide becsempészni, amelyekre nagyon nincs időnk és lehetőségünk a tanórai keretek között. Matematika tagozatos osztályba járnak mindannyian, és hát különös érdeklődést mutatnak a matematika tantárgy iránt, nagyon motiváltak, versenyeken vesznek részt szívesen, szakköri tevékenységbe kapcsolódnak be rendszeresen, úgyhogy azt gondoltuk, hogy őket érdekli leginkább ez a sok-sok vegyes, színes témakör. A mai program bent indult a Garai Gimnáziumban, ahol az ELTE professzora tartott nekik előadást geometria témakörben, utána megnéztük a várost, bemutattuk kolozsvári barátainknak egy kicsit Szekszárdot, majd visszaérkezve ide a Wollentőbölbe a vektorokkal foglalkozunk, és végül egy matematikai kvíz, egy totó zárja egy csapatversenyként a programot. Természetesen a kőkemi matematika mellett azért szabadidős programokat is szervezünk, így a esti sétát, éjszakai túrát szerveztünk, sakkpartit tartottunk az egyik este, illetve közösségépítő, csapatépítő és társas játékozás is zajlik. Először szolgálja lelkészként hölgy a bogyiszlói református híveket. Igaz, Melinda Sára beiktatása alkalmából népünnepét szerveztek a helyiek. A lelkész asszonnyal beszélgettünk. Bogyiszló 46. református lelkipásztora, de az első, aki nőként vállalta ezt a szolgálatot. Ő Igaz, Melinda Sára. Másfél éve érkezett a településre, de már 2,5 évtizede látja el ezt a munkát. Én matematika-fizika tagozatos gimnáziumba jártam, és hát úgy gondoltam, hogy ha már tagozatos iskolába járok, akkor úgy tanulok tovább, ahova ezek a tárgyak, a felvételi tárgyak, mert annak idején nem így volt, mint most, hogy pontszámítás, meg vitpontok, hanem felvételizni kellett. És hát így akkor a textilmérnökire esett a választásom, mert ez valamennyire egy kicsit nőiesnek tűnő pálya. Hát az igazság az, hogy egy fél pont hiányzott ahhoz, hogy fölvegyenek. De miután kisírtam magam, mert hát azért csak kudarcként éli meg az ilyesmit az ember, elkezdtem gondolkodni, na jó, és akkor mit csináljak tovább? Hát ott volt előttem a nyári szünet, hát mondom, akkor Bibliát olvasok. Mert én nagyon szerettem mindig is olvasni, de a Biblia valahogy az úgy mindig kimaradt, mert hát azért azt kaptam a környezetemben, hogy kicsi vagy még, és azt te nem érted. 18 évesen meg azt gondolja valaki, hogy hát most már nagyon nagy vagyok, most már biztos megértem. És ahogy olvastam a Bibliát, az Ézsaiás próféta könyvénél bizony megszólított az az ige, hogy kit küldjek el, ki megyen el nékem. Egyszerűen megszólalt, tehát mintha Isten kérdezte volna ezt tőlem. És akkor azt mondtam, hogy én. Ilyen egyszerűnek hangzik a történet. A mostani beiktatási istentiszteleten a falu apraja nagyja megjelent, sőt, még távoli településekről is érkeztek a bogyiszlói templomba. Tényleg annyira jó volt újra találkozni régebben látott arcokkal. Ugye volt gyülekezeteim tagjaival találkozhattam, hívtam meg őket is, és olyan jó őket is látni. Jó látni azt is, hogy akik meg helybeliek, ők megörülnek ennek az ünnepnek. És igazából most nem is a szertartás, illetve hát az ünnepi istentisztelet van bennem olyan nagyon erőteljesen, szerintem az majd kicsit később lesz, hanem az a készülődés még, ami ezt megelőzte. És valóban a bogyiszlóiak igazán kitettek magukért. Például a többszörösen kitüntetett helyi zenekar is muzsikaszóval köszöntötte a lelkészasszonyt, és sokan pedig viseletbe öltöztek. Az előkészületek már hetekkel ezelőtt elkezdődtek. Nekem az olyan csoda, hogy ahogy megmozdultak gyülekezeti tagok, és ahogy jöttek és segítettek, és úgy igyekezett mindenki úgy kivenni a részét.
És tényleg, mint ahogy egy lakodalmat régen megszerveztek itt Bogyisztón, hát itt régen több száz fős lakodalmak voltak. És akkor ebbe így egy kicsit így betekinteni, hogy milyen az, hogy be kell szerezni a tyúkot, le kell vágni a birkát, ki az, aki esetleg a süteményt süti. Tehát ezek az ilyen hétköznapi dolgok, apró dolgok, de amiből összeáll egy nagyon szép dolog. Bogyiszló új lelkésze előzőleg a Bácskiskun megyei Izsákon és Ágos egyházán szolgált. Amikor megtudta, hogy Tolna megyében folytathatja munkáját, azonnal eljött a településre. Ha a legelső benyomásomat kérdezi, az nagyon érdekes. Úgy kerültem Bogyiszlóra, hogy egy bogyiszlói presbiter tudta meg, hogy én állást keresek, és ő hívott fel, hogy nem jönnék egy Isten tiszteletet tartani. És akkor mondta, hogy nem meghívás, nem bemutatkozás, tehát ez nem semmi kötelezettség, csak egyszerűen tartsak egy Isten tiszteletet. És mondtam, hogy ahogy nem, hát szívesen. És olyan érdekes volt, hogy amikor az M9-esről lekanyarodtam ugye ide be a Bogyisztóra, beértem a Szekszárdi utcára, és akkor azt éreztem, hogy hazajöttem. És nagyon csodálkoztam ezen, hogy miért, vagy honnan van ez? A frissen beiktatott lelkészasszony tele van tervekkel. Most éppen a gyerekeknek szerveznek nyári tábort. Gyülekezeti kirándulást is szeretnék, aztán majd családi napot is, de vannak egyházi szervezés, tehát nem a gyülekezet szervezésében, hanem a nagy egyház szervezésében táborok, azon is részt szoktunk venni. Tehát mozgékony emberek, mozdítható emberek, nyitott emberek az itteniek, és szívesen mennek. És a gyerekeknek is ez nagy élmény, és olyan jó, hogy az egyházi táborok és az egyházi rendezvények előtt nyitottak ők, tehát az Isten igéje előtt nyitottak ők. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!